nem többet, hanem jobbat szeretnének, mondta Figula Mihály abból az alkalomból, hogy a megye vállalkozója lett a Vállalkozók Országos Szövetsége Prima díjasai között. A Figula pincészetnek persze nem ez az első díja, ott sorakoznak a pincénél az elismerések. A család legutóbb a bordói nemzetközi borversenyen Cabernet Sauvignon borukkal aranyérmet nyert. Megpróbáltunk följebb lépni minőségbe, még följebb, még mindig elégedetlenek vagyunk azzal, ahol éppen tartunk, és olyan külföldi versenyeket vettünk célba, ahol nagyon-nagyon széles a merítés. Tehát most csak ebbe az évbe például Párizsba is nyertünk, Bordóba is nyertünk, Párizsba 2 ezüstérmet, Bordóba 2 aranyérmet, mind a két versenyen a 6-7 ezer minta gyűlik össze a világ minden pontjáról. Tehát, hogy olyan nemzetközi térképen is el tudjuk helyezni azt a minőséget, ahol éppen tartunk, ami számunkra fontos, úgyhogy így próbálunk mindig egy kicsit előrébb jutni. Ezek az eredmények nyilván azt mondják maguk után, hogy megrendelések érkeznek. Ki tudjátok ezt elégíteni? Nekünk nem célunk az, hogy mondjuk beszállítsunk külföldön egy multi hálózatba, mert azt sem mennyiséggel nem bírjuk, és semmilyen szinten sem emeli a minőséget. Az viszont, hogy speciálisan kiválasztva országokat, nagyon-nagyon nívós éttermekbe, nívós borkereskedésségbe bekerüljenek a boraink, az nagyon fontos, mert az a mi márkánkat is emeli, és az országnak a megbecsülését is. Egyelőre még mindig ott tartunk egyébként, hogy a magyar bor az Magyarországon világhírű. Tehát nagyon-nagyon sokat kell dolgozni azon, hogy külföldön, azokba a körökbe, ahol a borról beszélnek, a minőségi borról beszélnek, ott a magyar bor újra téma legyen. Ehhez rengeteget kell mozogni, rengeteg komoly versenyen kell részt venni, és akkor talán ilyen pici apró lépésekkel előre lehet lépni. Mondja nekünk példát, hogy milyen asztalokra, hova, milyen városokba, milyen éttermekbe kerülnek figulaborok most? A budapesti top éttermekbe Onyx, Borkonyha, Emil, ott tudjunk lenni, az nagyon fontos. Four Seasons, meghatározó fontosságú helyek a Figula pince életébe. És ezeket a lépéseket mi az elmúlt években megtettük. Tehát gyakorlatilag a bor minőséggel elértük azt a szintet, hogy folyamatos partneri kapcsolatban vagyunk a legjobb magyar éttermekkel. Közben a külföldi borversenyek eredményeképpen pedig el lehet jutni olyan világvárosokba, ahol megint csak az a közönség forog, akár turistaként, akár helyben lakóként, aki véleményformáló. Tehát mi például tudunk bort eladni Franciaországba. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon fontos dolog. Igaz, hogy ez csak néhány száz palack, egy-egy étterem, egy-egy borszaküzlet, de nagyon fontos. Van egy pici Franciaországunk, van egy pici Németországunk. Ha tudunk eladni bort Svédországba, Dániába, Norvégiába. Szállítunk egy keveset Japánba, de ez mind-mind speciális export. Olyan export, ahol mi szeretnénk szállítani, azokat a megkereséseket nem tartjuk semmire, ami nem építi a márkát. Elég sok kínai érdeklődés van, de igazából az nem növeli azt annak a munkának a hírét, amit mi elvégzünk. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy egyre magasabb legyen a minőség. A mennyiség az meg annyi, amennyi, mi beálltunk, mi nem akarunk növekedni. Ez egy 30 hektáros családi birtok, nagyon alacsony hozamokkal dolgozunk, akár egy-egy hordót is hajlandóak vagyunk külön lepalackozni azért, hogy ez egy speciális, akár a dűlön belül egy kis parcellának a termése, mert az valamiben különbözik a többitől, és akkor ezekkel meg lehet találni olyan speciális piacokat, ahol a mennyiség nem annyira fontos, csak a minőség. Itt arra gondolok, hogy akár egy-egy étteremmel le lehet szerződni arra, hogy ő mondjuk megvásárol a Figula pincétől 600 palack bort. És az a 600 palackból, akkor csak nála elérhető, ez neki is egy komoly marketing munkát jelent, meg természetesen a borászatnak is. És hogy bírjátok ti a sznobok rohamát? Hát most ez egy olyan dolog, hogy a sznobizmus, meg az elitizmus, az ezt a szintjét a bornak el kell, hogy bírja. Nem csak Magyarországon, a világ minden pontján. Tehát azért abba belegondolunk abba, hogy Franciaországban vannak olyan borászatok, ahol 1000 és 3000 euró között van palackonként a bornak az ára, akkor arra nyilván azt mondjuk innen a távolból, hogy sznobizmus és elitizmus. De azt is mondhatjuk, hogy profizmus. Mert hogyha Magyarországon is kialakulna néhány ilyen birtok, akkor annak hihetetlen hatása van a többiekre. Tehát gyakorlatilag a Romane Conti Franciaországban
1000 és 3000 euró között adja el palackját a bornak, úgyhogy nem lehet hozzá bemenni, mert nem fogad vendéget. Viszont minden bor turista elmegy a Romanek Conti kapujába, ott lefényképezi magát, hogy ő ott járt, és ami a pénz van a zsebében, azt elkölti a szomszédoknál. Tehát, hogy ilyen szempontból sajnos ebbe a világba szükség van a sznobokra is, és szükség van arra a fajta elitista gondolkodásra is, ami néha az embert egy picit ilyen furcsa érzésekkel tölti el, de ha jól belegondolj, akkor ez hosszú távon mindannyiunknak a javát szolgálja. Egy-egy borvidéket, egy-egy régiót meghatároz az, hogy ott milyen nívójú borászatok tudnak kialakulni. Tehát erre mondtam én azt, hogy a magyar bor nemzetközi mércével mérve mérhetetlenül olcsó. Tehát, hogy nem fogják komolyan venni a magyar bort, hiába nyer világversenyt, hogyha az mélyen alul van árazva. Azt oda kellene tudnunk árazni, ahol a többiek vannak, csak mi nem tartunk ott marketingbe. Mintha visszatérnétek ti a hagyományos művelés, hagyományos fajták, hagyományos borkészítés felé. Egyértelmű, hogy az olasz Riesling, tehát nem is kérdés, tehát ez evidencia. Az is egyértelmű, hogy a kék szőlő az nagyon-nagyon fontos a borvidéken, tehát azokon a részeken, amik közvetlen futnak le a tóra és túlforró területek, ott mindenképpen a kékkel kell foglalkozni. Hát Bordeaux-ban aranyérmet nyertünk Cabernet Sauvignonnal. Tehát, hogy igen. Tehát, hogy ilyen lépéseket lehet tenni, úgyhogy az eredmények igazolnak. De az nagyon-nagyon fontos, amit kérdeztél, hogy gyakorlatilag a mi innovációnk az a múltunk. A legnagyobb borok, amivel a legkomolyabb eredményeket érjük el, az teljesen tradicionális szőlészeti, borászati elvek alapján készül el. Tehát semmi újszerűt nem csinálunk. Gyakorlatilag nekünk van két könnyű borunk, a Zenit meg a Rosé, ez a kettő, ez Szent Márton napjára minden évben új borként forgalomba kerül. Ezeket a borokat ugye az erjedést követően azonnal palackozzuk. Tehát gyakorlatilag, ha úgy vesszük, akkor ez egy reduktív borkészítési eljárás, hiszen nincs is idő a bornak oxidálódnia, meg érnie hordóba, mert az erjedést követően palackba kerül. Az összes többi, az viszont mind érlelt bor, sőt, ezek közül vannak olyan tételek, amik akár egy vagy másfél évig hordóban érnek, utána palackozzuk le, és utána még a palackba kapnak egy vagy két éves palackos érlelést, és csak ezt követően kerülnek forgalomba, ugyanis a magyar bornak az egyik óriási előnye, mondjuk a délvidéki borokkal szembe, hogy a magyar bor hosszan érlelhető palackba, hiszen nagyon-nagyon szép az összhang a borba olyan tekintetben, hogy mineralitás, savtartalom, alkoholtartalom, és ez egy hosszú érlelhetőséget tesz lehetővé. És megint csak a világra visszautalva, hogy mi izgatja az embereket, kétféle bor van, az egyiket megveszik az emberek, és aznap megisszák. A másik bort, azt viszont olyan emberek vásárolják, akik arra kíváncsiak, hogy ezeknek a boroknak milyen a fejlődési íve. Na most a magyar borral nyugodtan el lehet azt játszani, hogy akár 8-10 évet érik egy fehér bor is palackba, és akkor éri el a fejlődésének a csúcsát. Nagyon sok olyan tételünk van, ami 3-4-5 évesen kezd igazán szép lenni. És komoly szakmai körökbe ezzel lehet érvelni, hogy mi ezt is tudjuk, mert a termőhely erre lehetőséget ad. És erre mondom én azt, hogy a világon nagyon-nagyon kevés olyan hely van, ahol ezt a minőséget, ezt a borstílust, ezt az érlelhetőséget el lehet érni. A kék szőlőnél arra törekszünk, hogy próbálunk megint csak egy picit kutakodni a történelembe, hogy régen hol foglalkoztak kék szőlővel, és azokban a tűlökben próbálkozunk újra kékkel. Nekünk van kék Tihanyban, van kék Balatonszőlősön, és van Pécsejen is. És itt mindig az a lényeg, hogy ami kifejezetten kitett, nagyon-nagyon meleg terület, általában ezek a teljes déli kitettségű területek, oda telepítettünk vissza kékeket, és az az izgalom ebbe a balatoni vörösbor készítésbe, hogy ennek egy egyedi karakter, egyedi stílusa van, ez semmivel össze nem téveszthető. Tehát egy balatoni merlot, vagy egy balatoni cabernet, egy balatoni kékfrankos, az ízig-vérig balatoni. Az nem szekszárdi, nem villányi, nem soproni, nem egri karakterű, hanem a saját arca van. Az az ásványanyag tartalom, amit a talajban megvan, az ugyanúgy termőhelyivé varázsolja a vörösbort, mint a fehéret. A Figula pincészet nem akar tovább bővülni. A szőlőköz tartozó három pincét, a felső fehérborost, a középső palackozót és a harmadik vörösboros Balatonfüreden a Meleghegyen Figuláni Edit mikrobiológus szakmérnök és fiai, Figula János és Figula Mihály vezeti.
Én szeretek bort készíteni. Tehát nekem meggyőződésem, hogy a figulabor attól figulabor, hogy mi magunk dolgozunk vele. Hogyha ez háromszor ekkora, akkor nekünk már ehhez effektíve a munkavégzés az olyan túl sok közünk nem biztos, hogy lenne. A másik probléma, és ez országos, meg borvidéki probléma, meg hát lassan európai probléma, az maga az élő munkaerő hiánya. Tehát azt látni kell, hogy ehhez a színvonalú szőrészeti borászati munkához hihetetlen mennyiségű kézi munka szükségeltetik, és nincs. Tehát egyáltalán nincs, egyre nehezebben tudjuk megoldani a szőrészeti munkákat is. A borászati ugye az annyival egyszerűbb, hogy azért az munkaórát tekintve kevesebb. De az, hogy a szőlőben olyan minőségi munkát végezünk, amit szeretnénk, ahhoz nincsen ember, a gépesítés viszont nem vezet a minőség irányába. Tehát mi nem fogunk kombájnnal szüretelni, még akkor se, hogyha megfeszülünk, valahogy meg fogjuk oldani a kézi szüretet eztán is. A következő generáció már jelen van a Figula családban. Misi kislánya, Bella Róza, és János gyermekei, Lukács és Simon még kicsik, de Misi fiát, a 9 éves Fülöpöt, édesapja szerint már érdekli a szőlő. Hála Istennek, ő egy igazi, klasszikus, rendes vidéki gyerek, aki abban leli örömét, hogy kint vagyunk, jövünk, megyünk, és szépen lassan, mint ahogy velem is így történt, majd így megmérgezi ez a környezet, és akkor amire észbe kapta, már nem tud menekülni ebből az egészből, és reméljük, hogy ezt fogja csinálni, mert ez egy gyönyörű szakma, mert hát ez akkor szép, hogyha generációkon át ível. Tehát itt már senki sem magáért dolgozik. Tehát a pillanatnyi elvégzett munka az nem a mi sikerünk, hanem az a jövőnek az áloga. Most a Fülöp mellett, hála Istennek, bővült a család, van további 3 unoka, mindegyik picike, de tényleg akik ezt látják, ezt így megérzik ennek az egésznek a lelki oldalát, mert ez sokkal több, mint egy munkahely, ők valószínű, hogy ezt egyre jobb érzékkel tudják majd csinálni, és még egyszer, az az átadható tudás, amit mi részben megkaptunk az anyai nagymamától, de mi majd tudjuk már akár dokumentáltan továbbadni a következő generációnak, az nekik nagyon-nagyon sokat fog érni. Látszólag most ugye ilyen téli, békés hangulatban a tűz előtt üldögész, de hát ez csak pár perc itt az életedből, én azt gondolom. Hát igen, túl sokat szaladgálunk. Az az igazság, hogy mi pont abban a fázisban vagyunk, hogy próbáljuk egy picit így a cég működését is jobban racionalizálni, hogy még professzionálisabbak tudjunk lenni. Rengeteg a feladat, tehát amikor az ember éppen nem az aktuális dolgokkal van elfoglalva, úgy mint szüret vagy a borászati munkák, akkor állandóan ugye a marketing jönni, menni az országba, külföldön bemutatókat tartani. A magyar bort egyébként csak úgy lehet marketingelni, hogyha az ember gyakorlatilag bemutatja, ott áll mögötte. Tehát ez, nem, mi hiába veszünk 3 perc reklámidőt a tévébe, ez nem ért célba. Tehát hogy ennél sokkal speciálisabban kell dolgoznunk. Úgyhogy ez rengeteg időt, energiát emészt föl. Meg hát ugye maga a borkészítés, tehát egy olyan pincébe, ahol pici a borászat, mert ugye 30 hektár mindössze, de éves szinten elkészül 15 vagy akár 20 féle bor, ez azt is jelenti, hogy állandóan kísérletezünk, játszunk sok dűlőből ugyanazzal a szőlőfajtával. Vagy például most készítünk ebbe az évjáratba, 2016-osba egy ilyen spéci Cabernet rozét, ami arról szólna, hogy a rozét kiemelni abból a kategóriából, ahova beragadt, mert Magyarországon a rozé az könnyű, de gyümölcsös, és meg kell inni frissen. Na most a rozé az ennél sokkal-sokkal több tud lenni, lehet ugyanolyan nagy rozét készíteni, mint amilyen nagy fehérbort vagy nagy vöröset. És akkor játszunk ilyen Cabernet rozéval, és akkor az a tételnek az egyik fel ászokordóba erjed, az egyharmada tartályba, a maradék használt barikordókba, és akkor nézegetjük külön-külön, hogy melyik hogy fejlődik. Tehát ezzel el lehet játszani gyakorlatilag egész évben. De ettől szép. Tehát, hogy én azért nem szeretek sematikusan gondolkodni ebben, mert akkor saját magunknak építünk korlátokat. Tehát folyamatosan gondolkodni kell, és játszani kell, és kísérletezni kell ahhoz, hogy megtaláljuk a legjobb megoldást. A legjobb megoldás alapelvei azok megvannak. Tökéletes szőlő, természethű gondolkodásmód szőlőben, pincében egyaránt. Vettünk egy ózongenerátort például csak azért, hogy ne vegyszerezzünk a pincébe. És akkor gyakorlatilag ózongázt nyeletünk el vízbe, és azzal takarítunk. Tehát ilyen apró lépések mindig vannak. Tehát az egész élet erről szól, hogy gondolkodunk, és megpróbálunk minél magasabbra lépni minőségbe.